Jelentősen több szabadtéri tűz keletkezett eddig idén, mint tavaly az év azonos időszakában. Üdvözlöm Önöket, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti magazinja. A hónapok óta tartó szárazság és a kánikula önmagában is nagy veszélyforrás, a legtöbb gondot azonban továbbra is az emberi gondatlanság okozza. Ezt is részletezzük a mai adásban, előtte azonban tekintsük át a teljes kínálatot. Összefogás. A háború kezdete óta adományoz a Lions Club. Új utakon, két külterületi szakaszt is felújítottak Tiszaeszláron. Tűzveszély. Továbbra is érvényes a tűzgyújtási tilalom. Kiemelt feladatokat kellett ellátnia az első nyíregyházi Lions Clubnak az elmúlt hónapokban. A példátlan összefogás által már a 100 millió forintot is megközelítette azoknak az adományrakományoknak az értéke, amelyekkel a szervezet az Ukrajnában élőket segítette. A részletekről Antal Roland, az első nyíregyházi Lions Club elmúlt évi elnöke és Cidor Mihály számol be. Köszöntöm Önöket a stúdióban, Antal Roland és Cidor Mihály, mint a Kárpátaljai Segélyprogram koordinátora. És akkor már igazából a témához is érkeztünk. Szerencsés ebben a helyzetben, hogy több éves múltra nyúlik vissza a kárpátaljai kapcsolat a Lions Club munkájában. Köszöntöm a nézőket, és köszönöm szépen a meghívást. Tehát a Lions mozgalom, az első nyíregyházi Lions Club életében a kárpátaljai kapcsolat 2014-ben alakult ki, hiszen előtte való évben alakult meg Kárpátalján az első beregszászi Lions Club. Ekkor vettük fel a kapcsolatot dr. Krabák László, Belős Tamás és jó magam voltam, akik az egész mozgalmat elindítottuk. Voltunk itt személyesen, és azt a nyomort, amivel dolgoztak az ottani klubtársaink, az karolta fel a Magyar Lions Mozgalom, élén a Nyíregyházi Lions Club. Ezt követően minden egyes kormányzó magáévá tette ezt a programot, és minimum egy alkalommal decemberben vittünk ki élelmiszert és egyéb játékot a gyerekeknek, adományokat, amit személyesen vagy a egyházon keresztül osztottunk szét. Melyik egyházról beszélünk? Az első, tehát a Kárpátaljai Református Egyházról beszélünk, hiszen az alapító tagja Nagy Béla egyben az ottani Kárpátaljai Református Egyház diakóniai osztály vezetője is. És így került össze, így került kapcsolatba az egyház és a Lions. Jelen pillanatban is még létező Lions Clubról beszélünk, bár most jelen pillanatban az aktuális helyzetet háttérbe szorulta. Ez kiterjed sok mindenre. Az adománygyűjtés az leginkább a Lions Club hálózaton keresztül zajlik, vagy vannak egyéb együttműködő partnerei is, akár a nyíregyházi Lions Clubnak? Általában rendezvényeket szervezünk is azon keresztül, de ez a mostani adománygyűjtés, ez egy nagyon speciális helyzet, ez az elmúlt év elnöke Antal Roland tudja elmondani, hiszen ez az információ neki futott be elsőként Kárpátaljáról segélykiáltás, és onnantól kezdve ő indította az egész folyamatot. Minden esetre azért valóban szerencsés, hogy már volt egy bejáratott működőképes mechanizmus, ami már korábban is megvolt. Igen, és ez azért nagyon fontos, hogy maguk azok az adományok, amelyeket kiutatunk, azokat pontosan tudjuk, hogy hova is érkezik meg. Hiszen egy háborús helyzetben azért erre is nagyon kell figyelni, hogy azok az adományok, amelyek emberek pénztárcáiból érkeznek, azok valóban meg is érkezzenek ezekre a helyekre. 2022. február 24, ez volt az a dátum, amikor sajnos ez a háború elindult, és két nappal később beszéltünk Cidor Mihállyal, illetve mostani regnáló elnökünkkel, dr. Robák Lászlóval, hogy hát valamit tennünk kellene. És akkor arra gondoltunk, hogy egy régiós gyűjtést fogunk itt megyeszerte, meg a szomszédos megyékben, hogy mi is tudjunk segíteni. És ez amikor elindult, már ez egy vasárnapi napon már a plakátok minden készen volt, hogy induljon az online adománygyűjtés. Amikor is ezt az országos szervezet felkarolta, a Magyarországi Lions Szövetség, és azt mondta, hogy ne a régióban, ne a megyében, hanem az országosan indítsuk el.
és akkor ők is bekapcsolódtak ebbe a rendszerbe. Így már nem csak egy helyi gyűjtés volt, hanem egy országos mozgalom vált belőle, és akkor sorba jelentkeztek az ország Lions klubjai, hogy hát ők is szeretnének segíteni. Akár anyagi javakban, akár felajánlásukban, de szinte mindenki szólt, hogy akkor most ő jönne, és akkor most tenné, és akkor most ő is hozná. Így akkor már bekapcsolódtak a klubok is ebbe az érába. És akkor a dr. Fogarasi Csaba, a most leköszönő kormányzó megbízta az első nyíregyházi Lions klubot, hogy ha már ekkora a támogatási igény, akkor legyen az első nyíregyházi Lions klub az, aki ezeket koordinálja. És akkor lényegében így hárman, Czidor Mihály, a dr. Robák László és jómagam volt az, aki felosztottuk ezt a munkát, és Misi volt az, aki a Kárpátalja felé ezt a folyamatos koordinációt tette, dr. Ramák László pedig a szövetségi dolgokat koordinálta, én pedig a helyi dolgokat koordináltam. És aztán ez a hármas, illetve legfőképpen azt is tudom mondani, hogy a klubnak a tagjai szinte heti rendszerességgel volt, hogy majdnem minden nap valamilyen tevékenységet végeztünk ez ügyben. De itt még nem állt meg a helyzet, hiszen nemzetközi kapcsolatok is bejöttek ebbe a támogatási rendszerbe, és Németországból, Olaszországból, Franciaországból, Németországból, Svédországból különböző támogatásokat kaptunk, amelyeket kijuttattunk Kárpátaljára. Ezek heti rendszerességgel mentek, elkezdtük egy ilyen 500 000 forintos élelmiszerszállítmányon, aztán a legtöbb, ami kiment egyszerre, volt olyan hét, hogy 2,5–3 millió forint. Volt, hogy heti kétszer indult szállítmány, volt, hogy megérkeztek ide Kárpátaljáról, itt bepakoltuk az autót, és aztán vittük kifele. Volt olyan, amikor a klubok közvetlenül kamiont indítottak egy városból, és azt hozták ide le, itt Misi koordinálta le ennek a pakolását, és akkor utána vitték tovább. Úgyhogy nagyon-nagyon sok támogatónk volt, hála jó Istennek. Hát el tudom mondani, hogy június 18-áig elérte a 45-50 millió forintot az a pénzbeli és egyéb tárgyakbeli adomány, amelyeket a klubok a nemzetközi szinten, illetve a Magyarország lakossága ebben hozzájárult. Egy ilyen helyzetben nagyon komoly szervezést igényel az, hogy ez ne fejetlenül, hanem átgondoltan történjen. Láttuk ezt akkor, amikor itt a határon tobzódás történt szinte, hiszen boldog-boldogtalan megindult, mert a segíteni akarás mindenkiben ott dolgozott, de hát ennek a logisztikáját megszervezni azért egy nagyon komoly feladat. Igen, de az a jó, hogy nekem két olyan segítőtársam volt, aki ebben szinte azt mondani, hogy fél életükőt ebben töltötték, hogy szerveztek és rendszerben láttak és gondolkoztak, így aztán ezt nem egyedül, hanem ezt hárman végeztük, ezt a logisztikai feladatot, és megvolt mindennek a menete. Tehát kaptunk egy igényt, akit már említettünk, Nagy Bélát, a diakoni vezetőjét, kaptunk egy igényt, hogy mire van szükség. És ezeket az igényeket, ezt itt Magyarországon, főleg Nyíregyházán megpróbáltuk a legjobb értékben, a legjobb anyagértékben megszerezni, ezeket összeállítani, leszervezni hozzá a fuvart, és akkor vagy közvetlen Kárpátaljára jutottak, vagy pedig a határ mellett Máropapiban volt egy, meg még van is egy olyan raktár, ahova le tudjuk szállítani, és oda érkeznek, és ezeket a szállítmányokat tudják továbbvinni. A szövetség még annyit is, azt is hozzátette, hogy van a szövetségnek egy szűrő busza, amit azonnal a rendelkezésünkre bocsátott, hogyha bármiben a segítség lehet, és óriási segítség is volt, akkor azt mi korlátlanul tudtuk használni. Úgyhogy ezekben a szervezésekben is így juttattuk ki ezeket az adományokat. Mennyire tartós az adakozási kedv? Azt lehet azért tapasztalni, hogy az elején megindul egy nagy dömping, és aztán szépen lankad ez az adakozási kedv. Ez itt is érezhető, tehát hazudnék, ha azt mondom, hogy most még mindig sorban állnak az emberek, és azt mondják, hogy szeretnének adni, de ez várható is volt. És ezért is jó, hogy mi hárman egyfolytában arról beszéltünk, hogy nem szabad kapkodni, mert nem tudhatni, hogy ez meddig fog tartani, és akkor is szükség lesz a segítségre. És ez, hála Istennek elmondhatjuk, hogy még most is épp múlt héten érkezett egy 5,6 millió forintos támogatás egy német pályázatból,
és tegnap ment ki megint egy 1.200.000 forintos élelmiszerszállítmány már ebből, és megpróbáljuk azt megvalósítani a nemzetközi pályázatokból, illetve a szövetségi pályázatokból, hogy folyamatosan próbálunk juttatni nekik segítséget, amíg erőnk, illetve az anyagi forrásaink bírják. Milyen visszacsatolásaik vannak ebben a munkában? Hát legfőképpen azok, mert ugye ami már adomány és ami már pályázat, azt dokumentálni kell. Tehát óriási dokumentáció tartozik ahhoz, nem csak megveszem a kenyeret és eljutatom Kárpátaljára, hanem ezt mind fényképezni, ezt mind ledokumentálni, ezt átadás-átvételi papírokkal kell ezt megtenni. Amikor Kárpátalján voltak kint misiék, és ott készítettek azokról az emberekről fényképet, akik megkapták ezeket az adományokat, ez a legnagyobb visszacsatolás. Tehát óriási segítség azoknak az embereknek, akik lényegében rajtuk kiülállókok miatt kerültek olyan helyzetben, hogy most ott vannak sok helyütt élelmiszer, ágy, ház és minden nélkül, főleg akik esetleg belső Ukrajnából érkeznek. Az egy óriási visszacsatolás azokat a szemeket látni, és a köszönömöket, mert Nagy Béla minden egyes alkalommal külön megköszöni a munkánkat, akár a miénket, akár a szövetség munkáját, és azt a segítségnyújtást, amit mi adunk. Úgyhogy számunkra ez az egyik legnagyobb köszönet. És hát persze nagyon nagy elismeréseket kapott a Nyíregyházi Lions Club magától a szövetségtől, és talán nemzetközi elismerést is kaptak. Ez így igaz. Június 18-án volt a konvenció, ahol valamennyi Lion küldött Gödöllőn részt vett egy konferencián, amivel lezártuk a 2021-22-es évet, és megválasztottuk 22-23 éveknek a vezetőit, és meghirdette az új kormányzó az új programot. Most ebben a programban először is továbbra is benne van a Kárpátalja, mint segélyprogram. De az elismerésekről néhány szót, tehát ténylegesen az van, hogy nagyon klasszikusan az újságíró úgy hozta le, hogy tarolt Nyíregyháza. Mert ténylegesen akkor összefogás volt Magyarország, tehát Nyíregyházán az első Nyíregyházi Lions Club, hogy mindenki maximálisan kivette a részét. Összefogás volt az országban, hiszen valamennyi klub bekapcsolódott. Ott találkoztunk a helyszínen, hogy ők másatona indultak el, ugyanoda jutottak el. Megmozdult Európa és Amerika is. Tehát így az egész világon ismerté vált az első, sajnos a háborút azt maga tette a tény, a szörnyű tény magáért tette, hogy az világ mindenki tudja, hogy ott zajlik a háború, és ismerté tette Nyíregyházát, az itteni munkát. És ennek megfelelően jött például az ország elismerte ennek a projektnek a vezetőjének, tehát ennek a projektnek a tevékenységét. Így kapott Roland kitüntetés, jó magam és dr. Krabák László. Maga az elmúlt, nem csak ez, hanem az előző munkában, hiszen Roland előtt én voltam az elnök, és ott sártunk le. Hát Nyíregyháza végig a Covid alatt is végig dolgozhat, ennek köszönhető, hogy megkaptam a Magyar Lion kitüntetős díjat. De mi még nem volt ott, tehát megkaptuk Európa díját, ahol megint az Lions mozgalomnak 1%-a kapott még ilyen díjat, és ami még soha nem volt, az első nyíregyházi Lions Clubnak első alkalommal adta ide a világi központ, tehát Amerika a Melvin Jones díjat. Ezt csak magánszemélynek adta eddig. De a klubnak az eddig végzett munkája, ami ténylegesen meghatározó, ezért kaptunk az első nyíregyházi klub valamennyi tagja. De a klub nevében a Melvin Jones díjat, ez a legmagasabb elismerés, ami adható a klubban. De ez kötelez is minket, hiszen itt jelen pillanatban megnézzük a következő időszakot. Jelen pillanatban a Nyíregyháza regnáló elnök, dr. Krabák Lászlót most július 1-től az egész Lions mozgalomnak, ő volt kormányzó is, a felügyelőbizottság elnöke lett. Szerény személyen az háromszámú régiónak a vezetője lettem, tehát Nyírbátortól Szegedig az én területem lesz. Itt van a következő, a Demarcsek György lesz a zóna elnök, tehát ugyanezt a területet zónaszinten. És ez a következő 1-3 évben megint meghatározza, és itt jön az, hogy folytatódik. Ténylegesen sajnos az adományozó kedv egyrészt a fizikális lehetőség, hiszen mindenkinek van egy pénztárca, ami előbb-utóbb kijön.
de már jön a svéd, a jövő héten várható a svéd kormányzó, aki már beszáll megint is jön, és menjünk ki Kárpátaljára, hogy mit tetszeni. A Lions Lánc nem áll meg. Én szívből gratulálok ezekhez az elismerésekhez, sok erőt kívánok a további munkához, és nagyon bízunk benne, hogy hamarosan vissza lehet állni a békeidőkre jellemző munka tempóhoz. Köszönöm, hogy befáradtak a stúdióba. Köszönöm a lehetőséget. Két külterületi út is megújult Tiszaeszláron. A fejlesztéseket a Magyar Közút Nonprofit ZRT valósította meg a településen. Nem csak a közlekedés feltételei javultak a községben, a polgármesteri hivatal épületét és a főzőkonyhát is rekonstruálták a közelmúltban. Tamás Bokor felől Tiszaeszlár felé vezet ez az út, melynek több mint egy kilométeres szakaszát már tavaly felújította a Magyar Közút Nonprofit ZRT. Idén tovább folytatódtak a 36-34-es vonalon a munkálatok, további 3 kilométer hosszúságban immár Bashalom felé is új réteget kapott az aszfalt. A felújított szakaszokat a napokban adták át ünnepélyes keretek között. Ennek a 4 kilométeres szakasznak a felújítási költsége az bruttó 378 millió forint volt, melyet hazai forrásból a Magyar Falu program keretében tudtunk megvalósítani. Ezen felül a Bashalmi bekötő út felújítását is elvégeztük az idei évben. Ez szintén egy 3 kilométeres hosszúságú szakaszt érint. Teljes hosszában sikerült ezt az utat felújítanunk. Itt a profilmarást követően egy kiegyenlítő réteg került terítésre, majd erre került rá az 5 cm vastag kopóréteg. Itt is tartós burkolati jeleket festettünk fel, és mindkét oldalon 1 méter szélességben földpatkát építettünk. Ennek a nagyfelületű burkolatjavításnak az értéke az 170 millió forint volt, amit szintén hazai forrásból a Magyar Közút saját kivitelezésben tudott elvégezni. Látványos felfestések és kis szigetek növelik a közlekedés biztonságot a két felújított szakasz kereszteződésében. Vajda László Tiszaeszlár polgármestere is a balesetveszély csökkenését hangsúlyozta ki. Mint mondta, az utak használata a rossz állapot miatt komoly kihívást jelentett az autósoknak a felújítást megelőzően. Ezek az utak már nagyon rossz állapotban voltak, hiszen már a rendőrség, a mentősök is, a tűzoltóság is jelezte, hogy próbáljunk odahatni, hogy elkészüljön ez az útszakasz, hiszen nem lehetett, járhatatlan volt, mondhatom így, de köszönjük, ez óriási nagy segítség ezeknek a kis településeknek, hogy itt most a komfort zónájuk emelkedik, tehát, és meg büszkék is lehetünk rá a környező településen, hogy mi megújultunk. Tehát nagyon nagy tisztelet és köszönet jár mindenkinek, az országgyűlési képviselőnek, Óvári úrnak, hogy ez az útszakasz elkészült. Vinai Győző országgyűlési képviselő rávilágított, az elmúlt években több lépcsőben sikerült fejleszteni a közlekedést a térségben. Mint mondta, prioritás volt, hogy a falvak számára elérhetőbbé váljon az autópálya, de fontos volt az is, hogy megújuljanak a településeket összekötő 4 és 5 számjegyű utak. Nagyon rossz volt ez a két útszakasz. Tiszaeszlártól MÁV új település részen lehet eljutni Bashalomra. Itt vagyunk a kereszteződésbe, és Bashalom pedig Tiszaeszlár önkormányzatához tartozik, és több mint 300-an laktak. Nagyon kritikusak voltak itt az emberek, és teljesen igazuk volt, mert a 36-12-es út, tehát az úgynevezett Tamásbokri, Tiszalúci út, Tiszalök, Tiszadada, Tiszadob irányából az néhány évvel ezelőtt megújult, és terveink között szerepelt, hogy ezeket a 4, illetve 5 számjegyű utat is felújítsuk. Sikerült Magyar Falu programból forrás szerezni erre, és a közút pedig kiegészítette saját forrásból, mert egy kis rész hiányzott, úgyhogy most teljes az öröm, sikerült mintegy 6 kilométer hosszan megújítani ezeket az alsóbrendű utakat, mintegy 460 millió forintból a helyiek örömére. Azt mondták nekem a helyiek, hogy ilyen jó út még soha nem volt. Én azt kértem tőlük, hogy balesetmentesen közlekedjenek, ne hajtsanak gyorsan, tartsák be a szabályokat, és a közút pedig nagyon magas színvonalon végezte a kivitelezést. Köszönjük szépen a megyei közútnak, minden munkatársának azt, hogy ilyen kivitelezést hajtottak végre, és azt, hogy azt a hiányzó szakaszt még betették a közút éves tervébe.
Az átadási ceremónián elhangzott, a kormány a Magyar Közúttal közösen azon dolgozik, hogy a közeljövőben a Tiszavasváriba vezető 36-os, valamint a Tokaj felé vezető 38-as számú főút egyes szakaszainak felújítása is mielőbb megvalósuljon. Tiszaeszlár önkormányzata több belterületi utat is felújított a közelmúltban a Magyar Falu programnak köszönhetően, de nem csak az utak korszerűsödtek a településen. Néhány hónappal ezelőtt adták át ezt a csaknem 100 millió forintból felújított főzőkonyhát, ahol korszerű körülmények között készítik az ebédet 400 lakó számára. Szintén jelentős fejlesztés a községháza épületének felújítása, és tervben van az óvoda épületének rekonstrukciója is. Nagyon sok fejlesztésünk történt a településen. Belterületi utakat készítettünk elő aszfaltozás alá. Tehát ez nagyon nagy lemaradás volt a településen belül, hiszen még földutaink voltak, nem is egy 8 vagy 10 darab földút volt még Tiszaeszláron, és most per pillanat az önkormányzati épületünk újult meg, korábban a ravatolozót újítottuk fel, tehát ez is köszönhető a Magyar Falu programnak. Megpróbálunk minden egyes pályázatot kihasználni, még akkor is, hogyha ez önerő szükséges, hiszen oda kell tenni a településnek is az önerőt, hogy fejlődés elinduljon. Nagyon sürgősen szeretnénk fejleszteni, de úgy néz ki, hogy lesz is rá lehetőség. Az óvodánk például 1953-ban épült. Tehát az egy szociál épület, ahol nincsen a gyerekeknek megfelelő tornaszoba, semmi. Hogyha ezt még meg tudjuk oldani, hogy sikerül az oldalakat felújítani, szükség lenne egy piacra, egy közösségi piacra, annak is bent van a pályázata, bízunk benne, hogy sikeres pályázatot nyújtottunk be. Már majdnem a fele eltelt a nyárnak, szinte csapadék nélkül. A két hónapja tartó szárazság és a hetekig tartó forróság miatt tűzgyújtási tilalmat is elrendeltek annak érdekében, hogy csökkentsék a szabadtéri tüzek kialakulását. Közben az aratás is elkezdődött a szántóföldeken, nem árt ott is átismételni a tűzvédelmi szabályokat. A témával kapcsolatban vendégünk Leskovics Zoltán, a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tűzoltósági főfelügyelője. Jó estét kívánok, köszönöm. Jó estét, köszöntöm a kedves televízió nézőket. Mennyire katasztrofális a helyzet? Kellőképpen katasztrofális a helyzet. Úgy jöttünk ki a télből, kezdtük el a tavaszt, a rendkívül száraz és csapadékmentes volt a téli időszak is. Az évnek két olyan időszaka van egyébként, amely szabadtéri tüzekben gazdag. Az egyik az a tavaszi, koratavaszi időszak, a másik pedig a nyár végi, kora őszi időszak. Na most ez az időszak, amit most élünk, ez a nyár dereka, nem jellemző erre az időszakra a szabadtéri tüzek nagy száma. Most viszont a rendkívüli időjárás okán, tehát hogy nagyon kevés a csapadék, nagyon magas a hőmérséklet, ezek a tényezők oda vezettek, hogy tulajdonképpen a nyár végi időszakot előrehoztuk, és nagyon nagy számban keletkeznek a megyében szabadtéri tüzek. Tudunk pontos számot is mondani, hogy eddig hol a felvétel tartunk? Időpontjáig 1444 tüzesemény történt a megyében, és ebből tulajdonképpen 996 olyan tűz volt, amely szabadtéren keletkezett, és több mint 700 olyan tűzesemény volt, amely tulajdonképpen erdő területeket is érintett. Ezt azért mondom el, mert sajnos nagyon sok olyan tűzeseményünk van, amely kiterjedt erdőségeket is érint. Hála Istennek a megyében csak olyan erdőterületeket, amely csak az aljnövényzeten gyullad meg, és nem jellemző az, amit itt most a televízióban láthattunk, mint a Bükkben, hogy koronaégés is bekövetkezik. Ezek a számok mennyivel mutatnak többet, mint mondjuk a tavalyi vagy az 5 évvel ezelőtti időszakban? Mondjuk az elmúlt 5 év átlagát tekintve ez jó harmadával több már most a szabadtéri tüzek száma. Hangsúlyozottan az egész éves időszakot kell figyelembe venni, és most az egész éves időszakot nézve ez már egy egész évi adatmennyiség tulajdonképpen. Jellemzően mi az, ami a tüzet okozza, és most inkább a szabadtéri tüzekről beszéljünk, hiszen ez az, ami különösen kockázatos most. A szabadtéri tüzek mondjuk, hogy 99%-a összefüggésben áll az emberrel.
az emberi szándékossággal, illetve gondatlansággal. Ez utóbbi a leggyakoribb, tehát az emberi gondatlanság, az oda nem figyelés, amely vezet kisebb-nagyobb tüzek kialakulásához. Tehát itt magának az embernek kell azokat a minimális tűzvédelmi szabályokat fegyelmezetten betartani, és ezen óvintézkedések betartása mellett ezen tüzek elkerülhetőek. Gondolom itt a dohányzás, az égő cigarettacsík, vagy akár egy gyufa eldobása, ez már okozhat egy komolyabb. Ez is jellemző, de másik az, hogy a meggyújtott tüzet képesek kontroll alatt tartani a tűzgyújtás végző személy. Nagyon sok olyan eseményünk van, ahol elmegy a tűz, tovább terjed a tűz, nem tudja megakadályozni a rendelkezésre álló eszközökkel, és tűzoltói beavatkozásra van szükség. A gondatlanságot említette az imént. Azt gondolom, hogy ebben a rendkívüli szárazságban olyan dolgokra is gondolni kell, amire egyébként normál esetben nem feltétlenül. Akár egy eldobott üvegdarab okozhat egy hogyha a tűzőnap rásüt, egy olyan gyújtó pontot, ami belobbant egy tüzet. Igen, ez klasszikusan előjön, hogy fókuszban valamely üvegcserép meggyújthatja a zavart. Hát nem sok ilyen esemény következik be, hozzáteszem, inkább még egyszer elmondva, az emberi tevékenység, az emberi oda nem figyelés az, ami a tűz keletkezéséhez vezet. Milyen szabályokat tartsunk be akkor, hogyha mégis tüzet akarunk gyújtani? Nos, nem is olyan régen, szűk egy hónapja változott az országos tűzvédelmi szabályzat, amely ezt a kérdést is szabályozza. Itt megint külön kell választanunk azt, hogy mi belterületen, tehát valamely település belterületén vagy külterületén szeretnénk tüzet gyújtani. Talán a KH-tól indulva azt mondanánk, hogy Magyarországon tilos a szabadtéri égetés. Ez a levegő védelmével összefüggésben lévő jogszabály mondja ezt ki. De ezen főszabály alól más jogszabályok adhatnak felmentést. Belterületen, ha az önkormányzat alkotott rendeletet a belterület égetéssel kapcsolatban, akkor az abban foglaltak mentén, az abban leírt szabályok, időpontok, egyéb feltételek mentén lehet ilyen tevékenységet végezni, de ez nem lehet, soha nem lehet mondjuk háztartási vagy kommunális hulladék elégetése, műanyag gumi szigorúan tiltott, növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett anyagok égetéséről beszélhetünk. Aztán külterületén a mostani OTS, ez az Országos Tűzvédelmi Szabályzat rövidítése hozott egy olyan változást, elsősorban a fagykárok megelőzése miatt, hogy füstfejlődéssel vagy lánghatással járó olyan tevékenység, amely összetévezhető valós tűzesettel, az bejelentésköteles. Hangsúlyozottan nem engedély, hanem bejelentésköteles. Mégpedig a területi tűzvédelmi hatóság, ez a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságot jelenti, tehát ide kell bejelenteni írásban, egyébként ezzel kapcsolatos bejelentőlap a mi honlapunkon elérhető, és az ott szabályozott módon, tehát mikor égetjük, ki az összekötő, annak telefonszáma, elérhetősége, helyszín, földrajzi koordináták, helyrajzi szám, stb. Ezeket kell feltüntetni. Oké, van bejelentésem, engedélyez, tehát jogszabály szerint tüzet gyújtok. Van-e valamilyen előírás, hogy nekem ott oltóanyagnak kell lenni a közelben, vagy milyen védőtávolságot, mitől milyen távolságot kell betartani? Nos, természetesen itt is lehetnek még különbségek, mondjuk egy tarlóégetés vonatkozásában, ott is mondjuk védőszántás kialakítása, erőgép a helyszínen tartása, de egy egyszerű égetéssel kapcsolatban azt kell mondani, hogy van egy úgynevezett hármas főszabály, tehát mindig olyan területet, olyan nagyságú területet gyújtunk meg, amely tűz minden esetben emberi kontroll alatt tartható, akkor figyelemmel vagyunk mindig a szél erősségére és irányára, a helyszínen mindig tartunk valami készenben valamely oltóanyagot, oltóeszközt, és a plusz szabály pedig az, hogy a tevékenység befejezése után minden esetben eloltjuk a tüzet, megnyugtató módon beoltjuk.
néhány héttel ezelőtt általános tűzgyújtási tilalmat rendeltek el. Ugyanakkor a saját kertünkben azért mégiscsak lehet grillezni, szalonnát sütni, egyebek. Mire figyeljünk akkor, amikor a saját kertünkben gyújtunk tüzet? Igen, jelen pillanatban a felvétel napján ugye országos tűzgyújtási tilalom van érvényben, ez erdőkre vonatkozik, és az erdőktől számított 200 méteres körzetre vonatkozik, beleértve a közút és vasútmenti fásításokat, a tilos mindennemű tarló és gazégetés. Belterületen az említett tevékenység nincs korlátozva, tehát a kertünkben, saját ingatlanunkon grillezhetünk, szalonás süthetünk. Itt is az előbb említett szabályok, egyszerű tűzvédelmi szabályok betartására kell figyelni, hogy oda készítünk valamilyen vízzel teli edényzetet, aztán nem hagyjuk kint szabadon, és bemegyünk mondjuk televíziót nézni, hanem mindig ott vagyunk kint a helyszínen. Fokozottan figyelünk a gyerekek jelenlétére például, és amikor ezt a szalonasütés, grillezést, bográcsodást befejeztük, akkor pedig beoltjuk a szabadtéri tüzet. Különös tekintettel a szél viszonyokra. Ott is figyelembe vagyunk erre. Hamarosan itt az aratás. Vannak-e az aratásnak tűzvédelmi szempontból kockázatai? Természetesen. Hagyományosan Magyarországon, ugye Péter Pál napján indul az aratás, illetve azt megelőzően bizonyos gabonafajták betakarítása már elkezdődik. Szintén az említett országos tűzvédelmi szabályzat egyes fejezetei tárgyalják azt, hogy milyen tűzvédelmi szabályok betartása mentén és mellett lehet végrehajtani ezt az aratást. Ma már egyre szűkebb az a kör, aki ezt a tevékenységet végzi. Aki viszont ezt végzi, ezekkel a szabályokkal maximálisan tisztában kell, hogy legyen. Itt kezdve attól, hogy hány géptől, erőgép és munkagéptől kell nekünk ellenőrzést végezni, jegyzőkönyvet felvenni, jegyzőkönyvet elhelyezni, bejelenteni a hatóságnak. Aztán az aratás hogyan is történik, védőszántás kialakítása, hogyan tárolom a hajtóanyagot, az üzemanyagot, hol jelölök ki dohányzó helyet, hol kezdem az aratás vasút közút mentén, stb. Aztán mehetünk tovább, hogy gazlag kialakítása, elektromos vezetékre figyelemmel, szélus kerteken milyen tűzvédelmi szabályok vannak. Tehát aki ezt a tevékenységet végzi, az kénytelen elmerülni az előbb említett tűzvédelmi szabályzatban. És bízunk benne, hogy kellő gondossággal és szabálykövetéssel gondossággal fog eljárni. De bízunk benne, és ott vagyunk mi is hatóságilag. Megyünk a határba, ellenőrzéseket tartunk, figyelemmel vagyunk, hiszen közös érdek az, hogy meglegyen a mindennapi kenyerünk. Alászületes úr, én azt kívánom, hogy azért tudjanak pihenni a nyáron. Köszönöm, hogy befáradt a stúdióban. Eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb szerdán várjuk Önöket, amikor szó lesz többek között a Nyíri mezőség néhány településének turisztikai fejlesztéseiről. Várjuk Önöket akkor is, viszontlátásra!